A telefonnál pedig Terdik Roland, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt erzsébetvárosi polgármester jelöltje. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt, a választópolgárokat és minden hallgatót. Hát akkor a kérdés ebből adódik is, hogy de miért? Önnek van szüksége erre az indulásra, vagy a Kétfarkú Kutyapártnak, vagy mindenkinek, sőt, nem csak önöknek, kettőjüknek, hanem a magyar választópolgárnak is, hiszen a 7. kerül, vagy a 8. melyik hely? Dehogy. A 7. kerületben DK-s polgármester van, és jó esélye van arra, hogy megismételje a 19-es győzelmét. Nem sodorja ez veszélybe ezt az esélyt? Mielőtt válaszolni kell, engedje meg, hogy kérjek valamit. Ön a magyar rádiózás Mick Jaggerre és a drága bolgár úr megszólítás ugyanúgy hozzánőtt önhöz, mint a Rolling Stoneshoz a kinyújtott nyelv logó, és önkéntelenül is ezt tenném, és kérem engedje meg, hogy drága bolgár úrnak szólítsam a társalgás. Hát miután kutyapártos, ezt szívesen megengedem, mert én szeretek minden kutyapárti megszólalóban felfedezni valami eredeti humort is, vegyük ezt humoros megjegyzésnek, de legyek drága bolgár úr, úgyhogy hallgatom a választ, persze. Köszönöm szépen. Hát a miértre, ugye az alapvetően, ahol jó csapat alakult ki a kerületben, vagy városban, volt korábban tevékenységünk, és ez a 7. kerületben elég jellemző, mert sokáig ott lakott a Kovács Gergő társadalmat, miután felköltözött, vagy visszaköltözött Szegedről, és jó a polgármester jelölt, ezt most nem szerénytelenségből mondom, hanem a taggyűlés szavazott meg, miután többször is elindultam a 7. kerületben, egyszer országgyűlési képviselőként, egyszer pedig egy időközi önkormányzati képviselőként. Ott elindulunk, különösen úgy, hogyha, hát, hogy mondjam, nem érezzük feltétlenül a legjobbnak a regnáló polgármester tevékenységét. Hát van olyan polgármester, akár ellenzéki, akit a legjobb jelzővel lehetne illetni? Ezzel még nem gondolkoztam. Pedig szerintem érdemes, mert mindegyikben lehet. Hát ugye Pikó Andrást mi különös vonzalommal figyeljük, hiszen régi klubrádiósról van szó, és nagyon érdekes az ő tevékenysége, az ő civil háttere, de nyilván ő is követel hibát, látszik, hogy ott is vannak azért konfliktusok ellenzéki politikusokkal, ellenzéki pártokkal, szóval biztos ott is bele lehet kötni ebbe. Bevallom, hogy csapdába csaltam, hogy ki mondja, drága bolgár úr, hogy önnek ki a kedvence. Nem. Én elfogult csak vagyok. Személyesen őt ismerem a legjobban. Tehát elfogult vagyok, mert Ferencváros polgármester Baranyi Krisztina kabinettében dolgoztam 3 évig, tehát egyértelműen Baranyi Krisztina a válaszom. A legjobb? Egyébként a fővárosi listánk vezetője. De azért gondolom Baranyi Krisztina is elkövetett néhány hibát, szerintem ön erről még talán többet is tud, mint én. Nem tudok róla. Nem? Na jó. Hát akkor van egy hibátlan polgármester, Baranyi Krisztina. Egyébként valóban úgy szerepelt, hogy sokak számára, nem tudom, hogy a kerületben élők számára is így van ez, de sokak számára egy határozott, eredeti, független polgármester, aki vezetőképes. Igaz, hogy sokszor került konfliktusba az őt támogató ellenzéki politikusokkal, ami azért nem jó, mert kell neki egy biztos háttér, és ehhez pártok meg politikusok kellenek, nem? Hát kell, de ugye ez abból fakad, hogy számára és a kutyapárt számára, tehát ebben azért van egy jelentős hasonlóság, teljesen mindegy, hogy a Fidesz vagy a mondjuk a demokratikus koalíció részéről történik valami csúnya lépés, vagy lopás, kísérlet, hogy erősebben fogalmazzak egy picit, az nem számít ilyen szempontból nála, és valóban nagyon határozottan ellenáll bármiféle ilyen kísérletnek. Nézze, és hát a kutyapár sem arról híres, hogy közel állna különösebben a demokratikus koalícióhoz, vagy a Fideszhez. De abban a pillanatban, hogy igen, ha azt mondjuk, hogy ellenáll valamiféle bűncselekmény kísérletnek, akkor természetesen nem lehet különbséget tenni a Fidesz és mondjuk a DK között. De amit itt látunk 14 éve, az egy rendszerszerűen intézményesítetten, jogilag megalapozott
nem lopás, hanem rablás, az ország kirablásra, amit a Fidesz követ el, és követett el az elmúlt 14 évben, és követne el akár meddig életünk végéig, vagy az ő életük végéig. Ezzel összehasonlítani a demokratikus koalíciót, amelyik lehet, hogy nem minden elemében vagy emberében tisztességes, biztos, hogy nem, ki tökéletes, ezt már kérdeztem, de Baranyi Krisztán, tökéletes, jó. Szóval azért az nem tisztességes, mert a helyzet az, hogy ebben az országban a Fidesz a korlátlan úr. Ha tehát önök egyenlőségjelet tesznek a Fidesz és egy ellenzéki párt között, már nem az igazságot tartják a legfontosabbnak, hanem valamilyen általános ellenszenvet mindenki iránt. Miért? Természetesen nem a demokratikus koalíció van hatalmon 2010 óta, ez kétségtelen. Ugyanakkor mind szavai lehetőségben, mind hatalomtechnikában nevezhetők ők árnyék Fidesznek. Én értem, hogy 14 éve ebben a rendszerben élünk, és a kutyapárt tagjai és szimpatizánsai sem kedvelik. Ugyanakkor ezt szerintem látni kell, hogy a választók jelentős része érzékeli, hogy a demokratikus koalíció egyfajta árnyék Fidesz és a választási rendszer buktatóin túl valószínűleg ez hozzájárul ahhoz, hogy a negyedik kétharmadon vagyunk túl 2010-ben. De miért volna árnyék Fidesz? Mondja ezt el nekem, annyira magától értetődően használják sokan, hatalom technikailag ugyanúgy. Miért? Miért? Hogy Gyurcsány Ferenc mikor gyűrte maga alá az egész rendszert, az egész országot? Ha csak megnézzük a 12. kerületi előválasztás történetét, ott szerintem érezhető például, ahogy ők eljártak. Bár tudom, hogy a választók nagyon nem szeretik ezt a nyilatkozatháborús és egymást vádolós mocsarat, amiben itt most ebben a pillanatban egy kicsit én is belekeveredtem, nem szívesen, és mindjárt megpróbálom kihúzni belőle a lábam. De hát ott ez történt, hogy a élő Norbert, aki most azt állítja, hogy a kutyapárt titkos paktumot kötött, és hasonlókat, ott nem volt titkos paktum, mert amikor volt a válság a pártban, ez teljesen nyilvános volt, hogy milyen rendszerben, vagy milyen elvek mentén zajlott az előválasztás. Ő maga egyébként rakott ki a Facebookjára képet a Momentum által állított jelölttel, Farkas Csabával, sőt tovább megyek, Dobrev Klárával szerepelt a Farkas Csaba az élő Norbert Facebook oldal egy képpel, és a demokratikus koalíció logója is ott volt végig az előválasztás során a Farkas Csaba mellett, és ezután azt állítani, hogy ők ebből egyáltalán nem voltak benne, és kihúzzák magukat belőle, és mindenhol egyéni jelöltet állítanak, ahol a kutyapárt állít egyéni jelöltet a hegyvidéken. Hát ez kidobat szólva. Erre válasz az ön jelöltsége a 7. kerületben, a DK-s polgármesteren? Nem, nincs összefüggés. Tehát amit mondanak, tehát se az első, se a harmadik, se a hetedik, és a negyedik kerületben szó sem volt, soha előválasztásról elősebb került ez a téma, tehát ezeket összehasonlítani ezzel már ilyen szempontból sem érdemes szerintem. Az én indulásom azért húzódott, csak az elején nem akartam drága bolgárról ezt kijavítani, hogy kommunikációs vezető is vagyok, tehát itt ki kellett találnom, hogy osztom be úgy az időm, hogy polgármester jelölt is leszek, és kampányban kommunikációs vezető egyszerre a pártban. Uh-huh. Attól nem tart, hogy az ön indulásával a Fidesszel szembeni szavazatok megoszlanak, és hát valamiért az egyébként eléggé meggyengült fideszes oldal, vagy az ő polgármester jelöltjük, mellesleg azt se tudom ki az, van már egyáltalán? Úgy tudom, van, de a leghíresebb fideszes az erzsébetvárosi Fidesznél, az maga Dajs Tamás, aki az erzsébetvárosi alapszervezetük elnöke. Na de akkor ő nem fog, egyszerre nem lehet polgármester és Európai Uniós parlamenti frakcióvezető, ugye? Szóval a leghíresebb, de azért gondolja meg, ha a Fidesz akarja, akkor lehet. És ez különbözteti meg. Én úgy tudom, hogy nagyon-nagyon meggyengült a Fidesz az Erzsébetvárosban egyébként. Na jó, szóval csak sajnos abban nem vagyok biztos, hogy mondjuk azon túl
óriási változás lenne, hogy nem Nieder Müller Péter lenne az Erzsébet város újság minden oldalán, hanem akkor az ő jelöltjük. De egyébként még annyit hozzáfűznék, hogy ha hallgatja esetleg a Demokratikus Koalíciótól valaki ezt a műsort, akkor megkérném őket, hogy az élő Norbert egyeztessen Nieder Müller polgármester úrral, mert hogy ő meg néhány napja még üdvözölte azt, hogy én elindulok, és azt nyilatkozta az ATV-nek, hogy virágozzon 100 virág. Igen, hát virágozzon, csak azt akartam kérdezni az előbb, de erre nem válaszolt, hogy mi van akkor, hogyha ön is sok szavazatot szerez, Nieder Müller is sokat, de kevesebbet annál, mint ami elég a győzelemhez, és nyer a Fidesz, Deutsch Tamás helyi embere. Én nem aggódnék emiatt, ez egy feletti valószínűleg forgatókönyv. Mert de kifejtettem, hogy... Nyerni fog Nieder Müller? Hát természetesen én fogok nyerni, tehát a Kutyostat Research Institute az egészen biztosra méri a győzelmet. Mm-hmm. Szóval azt mondja, hogy végül is nincs igazi tétje annak, hogy ön elindul a 7. kerületben, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy hát olyan biztos a győzelme, hogy ezért nincs tétje. Úgy is fogalmazhatunk, és úgy is fogalmazhatunk, hogyha két farkutyapárt bejut az Erzsébetvárosi képviselőtestületbe, akkor egy sokkal színesebb, vidámabb erzsébetvárosi politika fog megvalósulni. Jó, én ezt a vidámságot egyáltalán nem bánom, csak bevallom önnek, hogy amikor egyenlőségjelet tesznek Orbán és Gyurcsány, vagy a Fidesz és a DK között, azt a, nem csak az igazságérzetem, hanem a tények nem szívesen fogadják, mert Gyurcsány akármennyi hibát követett is el miniszterelnökként, vagy akárhogy vezeti is a pártját, a Demokratikus Koalíciót, de semmilyen hiba össze nem mérhető azzal a gyalázattal, amit a Fidesz az elmúlt 14 évben elkövetett. Azért egészen példanélkül álló rendszert hoztak létre egész Európában, és ezt önök is nagyon jól látják, önök közelről, Európa egy kicsit távolabbról, de nagyjából ők is ugyanazt látják, mint önök. Én azt értem, de a kutyapárt szempontjából a Demokratikus Koalíció az nem, most tudom, hogy az előválasztást nagyon minimálisan, hát együttműködésnek nem nevezném, de hogy egy icipicit koordinálni kellett, meg is tett az eredménye, ugye, tehát ezt érzékeljük. Tehát már tőlünk így nagyon távol áll, és nem szoktunk egyébként nagyon foglalkozni, csak nagyon kivételes esetekben Gyurcsány Ferenccel, tehát ilyen szempontból egészen más dolgot képviselünk szerintem, mint egy ilyen hagyományos, hivatásos, professzionális, nagyjából azért egy ember köré épülő párt. De azért, hogyha oda jutnak, és lehet, hogy most oda fognak jutni június 9-én, mert például nyernek polgármesterhelyeket, vagy az Európai Parlamentbe bejutatnak képviselőt, vagy képviselőket, akkor mégiscsak tényezőként fogják önöket számon tartani, és a következő országgyűlési választáson már bizony számításba kell venniük, hogy na és egyedül nyerjük meg azt a választást, egyedül váltjuk el-e az Orbán rendszert, vagy esetleg Magyar Péterrel, vagy esetleg a hagyományos ellenzéki pártokkal. Szóval lehet halogatni ezt a kérdést, illetve a megválaszolását, de örökké mégse lehet eltolni. Nézd, drága bolgár úr, ez ki fog derülni. Mi egyelőre azt csináljuk, amit eddig alulról építkezünk. Valamennyire még most is szellemesek vagyunk szerintem, és közben feltehetően érződik a komolyodás folyamata is. Hát akkor köszönöm szépen Terdik Rolandnak, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt erzsébetvárosi polgármesterjelöltjének és kommunikációs igazgatójának. Minden jót, viszont hallásra! Köszönöm a meghívást, minden jó, drága bolgár úr!